Sure. És ahogy múlt héten említettem, ezen a héten szeretnék nektek arra a gyülekezeti vízióról beszélni, ami viszi a gyülekezetünket előre. As it pertains to church. Now, last week was Pentecost. It would have been great had I taught this on Pentecost, but I'm always a week behind. So. Múlt héten volt ugyan pünkös, lehet, hogy akkor sokkal stílszerűbb lett volna, ha ezt tanítom, de hát ilyen az élet, egy kicsit le vagyok maradva. Would you start with me, please, in the book of Habakkuk? Először is kezdjük Habakkuk könyvénél. Should have told you that at the beginning of the announcements, huh? Lehet, ezt már bejelentésekkor kellett volna bejelentenem, hogy megtaláljuk. If you can't find it, open to the middle of the Bible and look up on the screens. Hogyha nem találjátok, akkor csak nyissátok ki valahol a Bibliátok, és olvassátok a kivetítőről. But if you can find it, find it. Ha viszont találjátok, találjátok. And what I want to do is share things that God has placed on the hearts of the elders in this church. Szeretném megosztani veletek mindazt, amit Isten a gyülekezet vezetőinek a szívére helyezett. Beginning in chapter 2, verses 1 and 2. Második fejezet, első két vers. I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Then the Lord answered and said to me, write the vision, make it plain on tablets that he may run who reads it. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést vést táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Couple weeks ago we read this on Wednesday nights. Pár héttel ezelőtt ezt egy szerdán olvastuk ezt az igeverset. And what the Lord here tells to Habakkuk is, I'm going to give you a vision, I need you to write it down so that others can read it and follow that vision. Tehát azt mondja Isten Habakkuknak, hogy én egy víziót, egy látást adok most neked, azt írd le, hogy amikor a többiek elolvassák, ők is azonosulhassanak és csatlakozhassanak ehhez. This week I literally did that for you. After the service you can pick up this, I wrote the vision for you. You don't have to worry about it. Én szó szerint követtem az igét, leírtam nektek, hogy mi a vízió, és ezt az alkalom után majd kaptok egy ilyen zöld lapot. If you want. Ha kértek. Okay. Write the vision down. I don't know if you're like me. When I hear a good Bible study, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ha én egy jó bibliaórát hallok, and I don't take notes, és nem jegyzetelek, I always go like, ooh, that was good. Akkor utólag mindig azt mondom, hogy ez annyira jó volt. Like an hour later, they say, somebody says, how was the message? Oh, it was great. És egy órával később valaki megkérdezi, na milyen volt az alkalom? Szuper. What was so great? És mi volt olyan jó? I don't know, things. Hát egyszerűen jó volt az egész. There was stuff that was good. Nagyon there. Jó dolgokat mondtak. I can't remember. Már nem emlékszem. But I know it was good, but sorry. Azt tudom, hogy nagyon jó volt, de már nem tudom visszamondani. So what we've done is we've written the vision down for you. We want you to tomorrow when you say, "Oh, I like that," and somebody says, "What did you like?" I don't know. Tehát leírtuk nektek. Pull out the paper. Hogyha valaki holnap megkérdezi, hogy milyen volt az alkalom, azt mondod, hogy nagyon jó, és akkor elő is tud venni ezt, hogy megoszthasd velük. Let me start by describing what vision means. Hadd kezdjem azzal, hogy mit is jelent a vízió. A biblical vision means this. A bibliai értelemben a vízió következő. It means jelenti. Seeing things that God sees. Olyan dolgokat látni, amit Isten lát. So when God wants you and I to get to have a vision, it's that he wants us to see the things that he sees. Amikor Isten azt szeretné, hogy nekünk is meglegyen a magunk látása, a víziónk, akkor arra vágyik, hogy azokat a dolgokat lássuk, amit ő. Sometimes we only see what we see. Legtöbbször csak azt látjuk, amit mi látunk. But we need to see what God sees. De azt is látnunk kell, amit Isten lát. Turn with me please to 2 Kings chapter 6. You're going to be moving all over the Bible, so lapozzunk. Get ready. Királyok második könyvének a 6. fejezetébe. Elég sok helyre fogunk lapozni. This is good. I want to, yeah. Okay. In 2 Kings chapter 6, the Syrian king is coming after Elisha the prophet. Itt ugye azt tudjuk, hogy az asszír király üldözőbe veszi Illést. And so we pick up in verse 14. A 14-es, 14-es vers. Therefore he sent horses and chariots and a great army, and they came by night and surrounded the city. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots, and his servant said to him, "Alas, my master, what shall we do?" Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: "Jaj, uram, mit tegyünk?" So he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." De ő így felelt: "Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük."
And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Majd Elizeus, nem Élés, így imádkozott, Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Vision is seeing what God sees. A vízió azt jelenti, hogy azt látjuk, amit Isten lát. The servant of Elisha only saw the army of the Syrians. Elizeus szolgája csak az ellenséges csapatok hadseregét látta. But when God says get a vision, he doesn't mean just see what's out there, but see the things that he sees. Amikor Isten azt kéri, hogy legyen víziód, akkor nem csak azt kéri, lásd, hogy mi van előtted, hanem azt lásd, amit ő is lát. Maybe you need to apply this to your life today. Lehet, hogy ezt alkalmaznod kell a saját életedben is. Maybe what you see isn't the whole picture. Lehet, hogy amit te látsz, az nem a teljes kép. Maybe you desperately need to see what God sees today. Lehet, hogy neked is nagyon nagy szükséged van arra, hogy lásd, amit Isten lát. What is our vision, therefore, as a church? Tehát mi a mi látásunk, mi a víziónk gyülekezetként? It's this, it's real simple. Nagyon egyszerű. We want you to know God. Azt szeretnénk, hogy ismerjétek Istent. To know Christ, that's it. Hogy ismerjétek Krisztust. And to be more surrendered to him. És hogy minél inkább alárendeld magad neki. We want, that's what we want as a church, you to know him and to surrender to him. Ez a vágyunk, hogy ismerd őt és alárendeld magad neki. Turn with me to Philippians chapter 3. Lapozzunk a Filippi 3-hoz. Igen. Listen to what Paul says. És hallgassuk meg, mit mond Pál. Verse 7, what things were gained, these I have counted loss for Christ. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam azt, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. That I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, be conformed to his death, if by any means I might attain to the resurrection from the dead. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. So this is our vision for you. Ez a mi víziónk számodra. We want you to know Christ. Azt szeretnénk, hogy ismerd Krisztust. This is not about how often you go to church. Ez tehát nem arról szól, hogy milyen gyakran jársz gyülekezetbe. But that you know Christ. Hanem azt, hogy ismered-e Krisztust. And as you know him, that you would surrender more of yourself to him. És ahogy egyre jobban megismered őt, egyre jobban alárendeled magad neki. When Jesus had risen from the dead, he was speaking to Peter. He told Peter to do two things. Amikor Jézus feltámadt a halálból és Péterhez szólt, két dolgot kért tőle. Feed my sheep and tend my sheep. Hogy tápláljad és őrizzed az én nyájamat, a juhaimat. Now you may not like being called a sheep. Sorry. Lehet, hogy sajnálom, nem tetszik ez a megszólítás, hogy téged báránynak neveznek, vagy juhnak. We're all sheep. De mindannyian azok vagyunk. And we need to be fed and tended to. És fontos, hogy tápláljanak bennünket és meg és vigyázzanak ránk. That's a part of our vision that you would know Christ is that you would be the best fed and the most loved sheep in the country. És ez a vágyunk, hogy ti itt ebben a gyülekezetben a legjobban táplált és a legjobban szeretett juhok legyetek az országban. I didn't say fat sheep. Nem azt mondtam, hogy kövér juhokká no, legyetek. Healthy sheep. Hanem egészségesek. Strong sheep. Erősek. Healthy sheep. Will be fruitful. Hanem egészséges juhok, akik gyümölcsözőek. And we want you to be fed the word of God and loved on by the Lord himself. Szeretnénk, hogyha Isten igéjéből táplálhatnánk titeket, és az Úr maga szeressen titeket. If that were all you were to get this year, you know, if you were to at the end of this year say, man, I didn't learn a lot, but I know that God loves me. I'm okay with that. Hogyha az év végén azt mondod, hogy hát nem is tudom, mit tanultam a gyülekezetbe, de azt igen, hogy Isten szeret. Na ez már nekem elég.
We are going to, as leaders in the church, we're going to continue to feed you through the Word of God. Tehát mi itt ebben a gyülekezetben a vezetők ezt szánjuk, hogy titeket tápláljunk Isten igéjéből. And do our best to tend to you. És a legjobb tudásom szerint védjünk, őrizzünk benneteket. In the book of Revelation, Jesus wrote a letter to the church in Ephesus, a great church. A Jelenések könyvében látjuk, hogy az efézusi levélnek ír Jézus egy levelet. He told them, "Men, you're doing great things." Akik nagyszerű gyülekezet voltak, és azt mondja, hogy nagyon jó az, amit csináltok. This church had a rich history. És ennek a gyülekezetnek nagyon gazdag története. Started by the apostle Paul, pastored by Timothy. Pál apostol kezdte, indította a gyülekezetet, Timóteus volt ott a pásztor, azért nem rossz hely. But something had happened in the last 60 years. De az utóbbi 60 évben ott történt valami. They were real busy doing good things, but Jesus said in chapter 2, verse 4, you've left your first love. És a 2:4-ben azt olvassuk, Jézus azt mondja, hogy nagyon sok mindennel foglalatoskodtok, de az első szeretetet már elhagytátok. We want you to fall in love with Jesus. Azt szeretnénk, hogy ti újra beleszeressetek Jézusba. Growing in him, knowing him, hogy növekedjetek, növekedjetek, egyre jobban megismerjétek őt és szeressétek őt. You know, this year is the 20th anniversary of Calvary Chapel. Tudjátok, hogy a magyarországi Golgota gyülekezeteknek idén van a 20 éves évfordulója? Not only that, but this is our 10th anniversary in this building. De nem csak ez, hanem idén van a 10 éves évfordulója, hogy ebbe az épületbe költöztünk. And God has done great things. És Isten hatalmas dolgokat tett. What I love most about what God is doing. És amit leginkább szeretek abban, amit Isten tesz. Is that it can't be broken down into a formula. Hogy mindezt nem lehet ilyen egyenletre lebontani. You can't reverse engineer the church. Tehát visszafele, mi hogy? You can't, look at the church and then try to figure out what are the components that makes the church the church. Tehát nem lehet visszafele bontva megfejteni, hogy miből áll egy gyülekezet, hogy na, itt a gyülekezet, akkor milyen elemekből is lesz ez ilyen. I get these emails. I don't know. I think it's because my email address has a church name in it. I get these church strategy growth emails all the time. Én egy csomó e-mailt kapok, nem tudom, hogy hogyan, de valószínűleg az e-mail címemben van az, hogy gyülekezet szó is. Állandóan különböző gyülekezet növekedés, gyülekezet növelő stratégiákról szóló könyvek és szemináriumokra híreket. Buy this 3-set DVD, we'll double your church size and raise money. Tehát vedd meg... I bought it, man. Are you kidding? No, I'm just kidding. Vedd meg ezt a 3 CD-ből állós, vagy DVD-ből álló sorozatot, amitől aztán megduplázódik majd a gyülekezetet, és persze a bevételed, és én meg is vettem. Persze nem vettem meg. Everybody's got their model, their method, this is the strategy, this will pay off. Mindenkinek megvan a maga módszere, maga metódusa, és azt gondolja, na, hogy ez majd nálad is kifizetődő lesz. But when I get those kind of emails, when it says we can help you grow your church, delete. Azzal a pillanatban, amikor ezt olvasom, hogy mi majd segítünk, delete. Hogy növekedjen a gyülekezeted, na innentől kezdve rögtön törlés. Because it's not my church. Mert nem az én gyülekezetem. They sent it to the wrong person. Email Jesus. Nem nekem Jézusnak kéne e-mailezniük. It's not my church. Mert ez nem az én gyülekezetem. I don't have a right to claim authority over God's church. Nincs jogom, felhatalmazásom, hogy én ilyen pozíciót követeljek Jézus Krisztusnak a gyülekezete felett. And when they say we'll help you grow, stop there. Jesus said I will build my church. És amikor azt mondják, hogy na majd mi segítünk neked, hogy a gyülekezeted növekedjen, hát nem ők, hanem Jézus az, aki a növekedést adja. So delete. Tehát azonnal törlöm az e-mailt. It's funny because lately it seems like the last couple years people have been calling us or emailing us from other churches in the country saying, could you tell us your strategy as a church. Érdekes azonban, hogy az utóbbi pár évben több helyről is kaptunk megkeresést, hogy beszéljünk nekik arról, hogy mi is a mi növekedésünknek a módszere. Hogyan csináljuk mi itt ezeket a dolgokat? One guy wrote like we want to learn how Golgotha works. Valaki ezt írta, hogy szeretnénk megtanulni azt, hogy hogyan működik, hogyan csináljátok ti ezt a gyülekezetet, ezt a Golgotát. I was just so happy somebody thought it works. Én nagyon örültem, hogy valaki azt gondolja, hogy ez működik. Wow, I don't think it works, so I'm happy somebody thinks it works. Én nem mindig gondolom azt, hogy ilyen flottul működne, de hát ha ő ezt gondolja, nekem örülök. Boy, that was great. And it was so funny, me and Isti met with one group, one church group. És nagyon klassz volt, Madarász Istivel leültünk, és az egyik felekezettel így beszélgettünk. And they asked questions, like the first question, how do you get young people to church? Első nagy kérdés, hogyan vonzátok be a fiatalokat?
And I looked at Isti, he looked at me, and we're like both like, you answer the question. És egymásra néztünk Istivel, és mind a ketten azt vártuk, na majd te megválaszolod, mindenki a másiktól várta. Na, tessék Isti, tessék. Isti, mondja csak te. This is the easy one. Ez a könnyű kérdés. We're looking at you, I don't know. Egymásra néztük, hát nem tudjuk. Well, what is the... Don't know. Mi az oka? Nem tudjuk. Well, what about... De mi van a... That's a good question. Hát jó kérdés. We said that so many times. That's a good... We should think about that question. That's annyiszor a good question. Kérdez, olyan jó kérdéseket tettek föl, és tényleg éreztük, hogy ezeken el kell gondolkodnunk. Ezek nagyon jó kérdések. I left kind of depressed, like I have no idea. Eljöttünk, és egy kicsit ilyen depis lettem, hogy hát fogalmam but sincs. Then it was kind of exciting too. De mégis azért izgalmas dolog ez. We just want to be who we are and love God. Egyszerűen azok akarunk lenni, akik vagyunk, és szeretni szeretnénk Istent. And we don't want to be led by the devices of men. Nem akarjuk, hogy emberi eszközök vezessenek minket. Every church says that they don't want that. Minden gyülekezet persze ezt állítja magáról. And we say that too. We don't want és that. Mi is ezt mondjuk. But I see a tendency, a trend, I should say, maybe it's always existed, but I see it more today than ever, and it's dangerous. És most azt látom, hogy van egy ilyen irányzat, egy trend, ami lehet, hogy mindig is volt, de mintha most még inkább erőteljesebb lenne, vagy most látom ezt meg. It's this mentality that the church is about a pastor or elders. Hogy az a mentalitás, hogy a gyülekezet az egy pásztorról és az őt körülvevő vezetőkről szól. Who's the pastor? Hogy ki a pásztor a gyülekezetben. What's the, you know, and that's not wrong. I mean, you know, people want to know. Ez persze nem rossz, hát az emberek tudni szeretnék. But it's possible to become pastor-centered. De ezáltal nagyon könnyű, hogy or elder-centered, or hogy ilyen lelki pásztor-centrikus vagy vezetőségi vén-centrikus legyen a gyülekezet. You want to look at the Book of Acts on your own. Otthon majd nézzétek meg az Apcselben. How was the church led in the Book of Acts? Hogy mit láttok? Hogyan milyen módon vezetődik a gyülekezet? Was it run by the pastor? Hogy a lelki pásztor vezette a gyülekezetet? Was it run by the elders? A vének vezették? No. Nem. It was spirit led. A Szent Lélek vezette. It was led by the Spirit of God. Isten lelke vezette a gyülekezeteket. Sometimes it was a pastor, sometimes it was elders. Néha volt egy pásztor, néha voltak vezetők vének. That's what I really want that for us. Én erre vágyom magunk számára. That's our history. Ez a mi múltunk is. God help it to be our future. És Isten segítsen meg abban, hogy a jövőnk is ilyen legyen. Not man led. Hogy ne az emberek vezetése legyen. This is our strategy. Hogy ez a mi stratégiánk. Now listen, I don't mind the word strategy. I think strategy plays a part. És persze nehogy azt higgyétek, hogy nem szeretem ezt a szót, hogy stratégia. Néha van ennek is szerepe. The apostle Paul was, you could say, strategic. Pál apostol is mondhatnánk azt, hogy elég ügyes stratéga volt. Take a map out and read the Book of Acts, and you'll see that he went to the major cities leading to Rome. Ha megnézed a Bibliát és megnézed egy térképet, látod, hogy olyan helyeken állt meg pontosan, a legnagyobb városokban állt meg Róma felé vezető úton. He knew if I, you know, all roads lead to Rome. That was literal. Ez szó szerint úgy volt, hogy minden út Rómába vezet. And so reach the cities and the gospel is going to spread along the Roman road all over the empire. Tehát hogyha ottan a városban tud hatással lenni az emberekre, onnantól kezdve az evangélium terjedni fog az út mentén. I believe that. I still believe that. És ezt hiszem. Okay. What is the Spirit doing in the church here? És mi az, amit a Szentlélek végez a mi gyülekezetünkben? Well, it seems that we're still, we've been in this stage a while, but we're still in this phase of growth. God is still adding to the church. May not always be that way, but it is right now. És én úgy érzem, hogy még mindig egy ideje már, és még mindig abban a fázisban vagyunk, hogy a gyülekezet növekedik, és Isten ad embereket, hoz ide embereket, és lehet, hogy nem lesz mindig így, de most így van. 2 years ago we felt God leading us to start a new work in Délpest. 2 évvel ezelőtt úgy éreztük, hogy Isten arra indít bennünket, hogy egy új gyülekezet, egy új munka induljon Délpesten. We had a big outreach called Lábnyom. És volt egy hatalmas evangelizációnk, a Lábnyom. That was a lot of fun. Ami nagyon nagy klassz, nagyon jó volt, nagyon klassz volt. There was probably about 40 to 50 people from this church that we had encouraged go to the new church. Olyan 40-50 ember döntött úgy, hogy menni szeretne abba az új gyülekezetbe, és akiket bátorítottunk, hogy menjenek. And you know what happened? We sent out those 50 people. You know what happened? És tudod, mi történt? Elküldtük mintegy azt az 50 embert. 50 empty seats in here? 50 üres szék. No. Nem.
50 more new people came. 50 új ember jött. It's a great thing. Ez egy nagyon jó. It's a great principle in life. Ez az életben egy nagyon jó alapelv. You know, parents need to learn. We need to learn to release our children into God's hands. És nekünk szülőknek is meg kell tanulnunk kiengednünk a gyermekeinket Isten kezébe, a mi kezünkből Istenébe. Or our spouse. Vagy a társunkat. Or our own life. Vagy a saját életünket. We could hold on so tight that we can miss God's plan. Annyira szorosan ragaszkodhatunk dolgokhoz, hogy elmulasztjuk mi Isten terve. Lord, I open myself to your moving. De kinyithatjuk, kitárhatjuk magunkat Isten vezetésére. And you know, we sent out a group of people out to that church. Praise the Lord, they're going strong. És ahogy elindult ez a gyülekezet, innen is mentek oda emberek, hála Istennek, Istennek hála, dicsőség, nagyon jól növekszik. And in those 2 years, God has added many more than what we gave over. És Isten ebben az utóbbi 2 évben az 50 emberünket sokkal többel kipótolta. You've heard me talking recently about that we want to do something in the 11th district. Hallottátok tőlem. That is true. Hogy már említettem, hogy szeretnénk valamit indítani a 11. kerületben. Let's talk about the plan as we believe God is leading us. Ez így van, és elmondom mi a terv, ahogy Isten vezet bennünket. We're going to do something that has not been done in Hungary yet. Valami olyasmit fogunk kezdeni, olyasmit fogunk csinálni, amit itt Magyarországon még senki nem. Which sounds more exciting than that is. És ez még inkább izgalmasnak hangzik, de annyira mégsem. In fact, it's interesting because I've been trying to find the proper terminology to use and we haven't found it yet. És ez azért is nehéz, mert próbáltuk megtalálni a megfelelő nyelvezetet, a szavakat arra, hogy mit is fogunk csinálni, de még nem találtuk meg. But let me just explain, let me share our vision and then I'll put some flesh on them bones. Tehát először elmondom az alapokat, a vázat, aztán szépen felépítem a részleteket. Okay, beginning September 11th of this year, we're going to start in a new location in the 11th district. Tehát szeptember 11-én idén elkezdünk egy újabb gyülekezetet a 11. kerületben. People keep asking me, did you plan the 11th because it's the 11th district? No. Azt kérdezik, nem is értettem. Többen kérdezték, hogy azért terveztétek ezt szeptember 11-ére, mert a 11. kerületben lesz? No, we wanted to start the first week of September, but we're having the big party out at the Margit Sziget. Igazából szeptember első hetébe szerettük volna ezt kezdeni, de akkor nekünk lesz ez a nagy gyülekezeti ünnepségünk. We'll tell you more about that. Arról is majd beszélünk, sure, majd okay. Augusztus körül. This is not going to be in the 11th district. It's not going to be like it is in Délpest. De ez az új 11. kerületi gyülekezet nem olyan lesz, mint a délpesti. This is going to be another location of this church. Hanem az ennek a gyülekezetnek egy másik helyszíne lesz. Let me explain this vision. Hadd mondjam ezt a víziót. Let me take you back to the book of Acts, to the very beginning. Hadd menjünk vissza gyorsan az apostolok cselekedetében az első részekhez. In Acts chapter 1 through about 4. Az Apcsel 1-től 4-ig körülbelül. Approximately 10,000 people got saved. Körülbelül 10,000 ember tér meg. Now I know that sounds, how exciting, 10,000 people. I imagine that was an administrative nightmare. Én is mi azt gondoljuk, hogy ez milyen fantasztikus lehetett, 10,000 ember megtér, de én úgy gondolom, hogy ez ilyen adminisztrációs értelemben egy rémálom lehetett. I think of tax collectors like Matthew just freaking out. Én you know? Úgy gondolkodom, mint Máté egy adószedő, hogy ők ezettől teljesen kész voltak. You know, it says voltak. On the first day 3,000 got saved. I promise you, Peter couldn't count that high. It was Matthew. És szerintem, amikor első ember megírja az ige, hogy 3,000 ember meg tehát tudja, hogy nem Péter számolta őket össze, mert ő el sem tudott eddig számolni, biztos Máté volt benne. Remember, Peter was having a hard time with, you know, 70 times 7, you know, when Jesus ugye, said Péternek that, már a 70x7-tel is voltak problémái. Peter's like, it's too many fish, you know. Túl sok hal, nem. Matthew was the counter in the group, okay? Máté volt az, aki számolni tudott a bandában. The early church, did you know that the church did not have a building until the 380? Tudtátok, hogy a korai egyháznak nem volt, a korai gyülekezeteknek nem volt épülete, körülbelül a Krisztus után 300-ig. They met in the court of the Gentiles. Ők a pogányok, vagy a templomban, a hitetlenek udvarában találkoztak. They met in homes. Különböző emberek otthonában. Later they met in the catacombs. Később a katakombákban. And when you pick up one of the those things over there, when you pick up a paper afterwards, you can see the verses on there that you can look at this where it says it was one church. Tehát később majd hazafele menet, majd ha vettek abból a zöld lapból, látjátok az igeverseket, mert oda kiírtam, hogy
mindenhol az ige egy gyülekezetként beszél róluk. One church, not hundreds of churches. Nem száz különböző kis gyülekezet. Not house churches. Nem ilyen házi gyülekezetek. Not the church that follows James and the church that follows Bartholomew. Nem az van, hogy Bertalan gyülekezete vagy Jakab gyülekezete. No. One church. Egy gyülekezetről van szó mindig. Under the Lord Jesus. Az Úr Jézus alatt egyről. We're not the Jerusalem church. Mi persze nem a jeruzsálemi gyülekezet vagyunk. But in one sense we are. We're in a big city. De bizonyos értelemben igen, mert mi is egy nagyvárosban élünk. One city that can handle a big work of God if we're willing. Egy nagyváros, ami el tudja viselni Isten hatalmas munkáját, ha mi is készen állunk. God's calling us to be one church. És Isten arra hív bennünket, hogy egy gyülekezet legyünk. With different locations for believers to gather together. Különböző helyszínekkel, ahova hívek összegyűlhetnek. And the beginning is just the 11th district. És ez a kezdet, a 11. kerület. We already have the next place kind of. Már megvan a következő helyszín, ami majd a második. People lesz. Are starting to catch the vision. Mert az embereknek kezd megtetszeni a víziónk. And we need this as a church, and let me tell you why. És erre szükségünk van, ezt el is mondom miért. There are two goals that are really important. Két fontos cél van. Number one. Az egyik. Deeper community. Az első, hogy mélyebb, bensőségesebb közösség legyen. I'll define that in just a second. Ezt egy pillanat múlva meg is magyarázom. Number two. A második dolog, targeted outreach. Hogy még célzottabb legyen az evangelizáció. Oh, we want to reach the city. Well, what does that mean? Really? Szeretnénk a várost elérni, de kit, de az mit is jelent? It's like when you get a big plate of food. Ez olyan, mint ott van egy hatalmas tál étel. I always find a food analogy. Okay. Az étel analógia mindig működik. I can't finish all of that. Oh, hát ezt mind nem tudom megenni. Well, the only way to do it is just one bite at a time, right? Hát persze, egyszerre csak egy falat, falatonként. You just gotta start somewhere. Valahol el kell kezdeni. And we have to start somewhere. Nekünk is valahol el kell kezdeni. We're gonna keep hitting, you know, our outreach at Nyugati and Blaha and Deák, but we're gonna take an area and start attacking the area. Tehát továbbra is lesznek evangelizációink. Like a virus. Okay. A Nyugati téren, a Deákon, a Blahán, de lesz egy terület, amit célzottan elkezdünk megszállni, mint egy vírus. Church virus. Egy know. Gyülekezeti vírusként. Christian virus. Did you get the Christian bug? You know, okay. Keresztény. Rick Warren said something, and I want to read this to you. I love it. Rick Warren said, mondott valamit, ami nekem nagyon tetszik. He said this. He was speaking to pastors. Pásztoroknak írja ezt. I love it. Mm. Nagyon szeretem. You need to understand this, pastor. Fontos, hogy pásztorok, ti ezt megértsétek. Nobody really likes big churches. Hogy senki nem szereti igazából a nagy gyülekezeteket. The only people who like big churches are pastors. Csak is a pásztorok szeretik a nagy gyülekezeteket. Because we want to preach to lots of people. Mert szeretünk sok ember előtt prédikálni. But people don't go to church because of large sizes. They put up with the size to get the benefits. Az emberek nem a nagy gyülekezet és a létszám miatt mennek a gyülekezetbe. A nagy létszámot elviselik a többi előny érdekében. I love that. I agree. Ez nekem annyira tetszik. I agree. Ezzel annyira egyetértek. I agree 100%. This has been the struggle that us elders have been battling with. És ez a mi nagy küzdelmünk is. Ezzel küzdünk vezetőként itt. How can we provide deeper community? Hogyan tudjuk biztosítani számotokra a bensőségesebb közösséget? Now listen, some people don't like big churches because it's a big church. We don't feel that way. Vannak emberek, akik nem szeretik a nagy gyülekezeteket, mert nagyok. Ezt mi természetesen nem érzünk így. We think that there's a place for big churches. Szerintünk megvan a helye a nagy gyülekezetnek is. You know, this church, we have a homeless shelter that feeds like 200 people every day. Például a gyülekezetünk megteheti, hogy van egy hajléktalan missziója, ami naponta 200 embert lát el. És that's something és we can do as a big church. Some of you didn't even know we do that. Ezt például nagy gyülekezetként tehetjük meg. Lehet, hogy sokan nem is tudtatok erről. We have a studio down in the basement that puts out great Christian music for you. Itt a pincénkben van egy nagyon profi stúdiónk, ahol nagyon jó minőségű zenei anyagok készülnek. Golgota Radio, Golgota TV. Ott a Golgota Rádió, a Golgota TV. These are things we can provide as a big church. Ezek azért működhetnek, mert nagyok vagyunk. There's over 30 people on the media ministry team. A média misszióban csak körülbelül 30 ember szolgál. That's crazy. Ez őrület. But we need it. De szükségünk is van rájuk. Right now, during this service, you see the cameras. Most, hogy látjátok ezeket a kamerákat, amíg mi itt vagyunk, és they tell me there's about, give or take, probably a bit more,
400 people watching live right now. Most körülbelül átlagban 400 Sziasztok. Ember néz bennünket. Sziasztok. No. Okay. Back there. That's incredible. That's a whole nother. That's the 2 o'clock service. Here. Ez fantasztikus. Ez olyan, that's another service. Ha itt negyedik alkalom is lenne a gyülekezetünkben, ami mondjuk kettőkor kezdődne. These are things we can do as a big church. So we believe there's a place for the big church. We want to be the big church with a small, the small focused ministry. Tehát örülünk, hogy nagy gyülekezetekként ilyen dolgokat is megtehetünk. De szeretnénk nagy gyülekezetekként a kisebb gyülekezetekre jellemző dolgokkal is foglalkozni. Community is important. Például a közösség, az nagyon fontos. You remember when we were, what was it, a few weeks ago at the Városmajor? Emlékeztek, pár hete voltunk a Városmajorban. It was so crazy to me to see people meeting each other. From different services, because you don't know each other. Döbbenetes volt, és látnom azt, hogy az emberek bemutatkoznak, meg találkoznak ezen az egy közös alkalmon, akik amúgy nem találkoznátok itt a három különböző istentiszteleten. People weren't saying their names. Hey, I'm Phil. No, they were like, hey, I'm second service. Oh, I'm third service. Nem is a nevüket mondták, hanem én második alkalmas vagyok, én meg harmadik alkalmas. We're three churches in one building right now. Most ebben a gyülekezetben is három gyülekezet van egy épületben. What we want to do for the future is say, we want to be multiple churches in many locations. Ezt szeretnénk tehát, hogy több gyülekezet lehessünk, több helyszínen. And we don't need the one big thing. We need that for community, but we especially need small community. Ez nagyon jó, tehát a nagy gyülekezet kell, de nagyon fontosak a kisebb közösségek. I've been a part of church planting small churches for a long time. Én nagyon sok ideje veszek részt gyülekezet plantáló munkába, kis gyülekezetek indításába. It's hard. Ez nagyon nehéz. But let's not talk about that. De most ne erről beszéljünk. There's one thing that I've seen in every church, new church. De azt, amit látok, az mindig ott van az új gyülekezeteknél. There is a moment when a church becomes a church. Van egy pillanat, amikor a gyülekezet gyülekezet. And I'll tell you when that is. És elmondom, mikor van. It's not when they rent a building. Nem akkor, amikor kibérlik a helyszínt. Or have a pastor. Vagy van pásztoruk. Or a worship leader, a kids ministry. None of that matters. Vagy gyerekszolgálatok, ez mind nem számít. What makes a church a church? Aztól lesz egy gyülekezet gyülekezetté. Is when the church becomes a family. Amikor a gyülekezet családdá válik. That's the moment. I've watched it so many times. Ezt that's the moment. Annyiszor láttam már, ez az a pillanat. The church is not defined by how many people sit in these chairs. It's how long you stay afterwards to fellowship with your friends. Nem az határozza meg a gyülekezetet, hogy mennyien ültök itt a székekbe, hanem hogy az alkalom után mennyien maradtok itt és vagytok közösségbe és élitek meg ezt. That is always my favorite moment in a church. A gyülekezetekben, a gyülekezet plántálásban mindig ez a kedvenc részem. When people begin to love each other. Amikor az emberek elkezdik szeretni egymást. They're not just, you know, sitting there and, you know, it's, you know, when you got 25 people in your church and a new person comes, everybody knows. Amikor 25-en vagytok egy kis gyülekezetbe és valaki bejön, na azt mindenki észreveszi. It's like at the bar, you know, you're in my seat. You know, everybody knows where each other sits and, you know. Mint a bárban, mindenkinek megvan a helye, és most a helyemre ültél. Oh, you must be new. Yeah, there's 20 of you, and everybody knows I'm here. Új vagy, persze, hogy új, mert 20-an vagyunk, rögtön észre. But something happens when they become a family. De valami történik, amikor ez a csapat ember egy családdá válik. That's magical. És ez varázslatos. That is. Listen, as a pastor, I don't care how many people. That is the moment when you say, "This is the Lord." És ezt érzem pásztorként, hogy nem számít, hogy hány ember van benne. De ez az, amikor az Úr, ez az Úr munkája. Jesus said when his mom was came to, you know, get his attention, he said, "Who is my mother and my siblings but those who do the will of my father?" Amikor az Jézushoz jött az édesanyja, valami akart tőle, és akkor azt mondja, hogy ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim, azok, akik az Úr akaratát cselekszik. We can do better in smaller. We can do better to foster community in this church. We need to do better. Nekünk ebben egy kicsit jobbá kell váljunk, hogy kisebb gyülekezeteket indítsunk és segítsünk. We have like 20 something home fellowships. That's good. We're going to start more. We need more. Körülbelül 20 házi csoport van a gyülekezetben, ez nagyon jó, de kell még több, need, és indítunk is way more than that. Sokkal több kellene. And you need to be in those. És fontos, hogy ezekbe járjatok. We need fellowship. Fontos, hogy legyen közösségünk. We went and looked a couple weeks ago at where we're going to be
renting the, for the new location. Pár hete elmentünk, megnéztük azt az új helyet, ahol a 11. kerületi alkalmak majd lesznek. Oh, I'm so jealous. It's such a nice location. Nagyon-nagyon irigykedem, mert szuper hely. They got a park! Van egy hatalmas park előtte. There's grass, green fű. Stuff that grows. Van ilyen zöld fű dolog, ami úgy nő. Oh my gosh, we went out of there and we're like, oh, and I was looking around like, oh my gosh, this is the bit. I was seeing people throwing frisbees already. Én már a szemem előtt láttam, hogy emberek, családok kint frisbeeznek. Sitting around just enjoying food together. Hogy ott leülhetnek, ott piknikezhetnek együtt. Loving on each other, ministering to each other. Hogy, that's church. Hogy így szerethetik egymást, építhetik egymást. Ez a gyülekezet. Deeper community. A mély, bensőségesebb közösség. Secondly, targeted outreach. A második dolog, a célzott evangelizáció. Some of you, others are going to make this their the 11th district site their home. Lesznek olyanok, akinek ez a 11. kerület lesz az otthonuk. And we are going to focus, we're going to target reaching that part of the city. És az a célunk, hogy ott fókuszáltan ott tudjunk szolgálni annak a részében a városnak. We're going to use the resources of a large church to target a small area. Egy nagy gyülekezet, well, not that small, but you get the point. Egy nagy gyülekezet erőforrásait fogjuk bevetni, hogy egy koncentráltabb helyen evangelizáljunk. And I'm so excited about the group of guys that God has brought together to lead this new site. És nagyon izgatott vagyok azzal kapcsolatban is, hogy Isten milyen férfiakat, vezetőket hozott össze erre az új a vezetésre. Quality men. Nagyszerű emberek. Men who have been serving here for a long time. Olyanok, akik már régóta szolgálnak itt a gyülekezetben. And they're getting vision and Lord, what do you want to do in that area? I love that. És tetszik, ahogy ők is kezdik átvenni ezt a látni a víziót, hogy we'll be mit one akar Isten, mit fogod tenni, de mi egy gyülekezet maradunk. Deeper community, greater outreach. This is what we need. Tehát egy bensőségesebb közösség és egy célzottabb evangelizáció. Erre van szükségünk. What's this going to look like practically? Gyakorlatban ez hogy lesz? Akkor? Every Sunday morning at 10 o'clock. Minden vasárnap 10 órakor. In the 11th district they're going to start just like here. 10 órakor ott a 11. kerületben ugyanúgy kezdődik az alkalom, mint itt. We'll have some great worship. Lesz nagyszerű dicsőítő csapat, dicsőítés. We have in this church 5 worship leaders. Ebben a gyülekezetben nekünk 5 különböző dicsőítő és vezetőnk van. We're really spoiled here. Itt nagyon el vagyunk kényeztetve. Really spoiled. Nagyon. Mike and Illés, Gábor, Bandi, Mark Zeman. Ott van Mike, ott van Illés, ott van Gábor, ott van Bandi, ott van Mark Zeman, egész jobb zongorál. These are, I'm telling you, these are 5 gifted worship leaders. Ők nagyon tehetséges, ajándékozott dicsőítés vezetők. If we only had one of them, we'd be stoked. Ha csak egyik lenne belőlük, már az is szuper lenne. We got 5 of them. És 5 van nekünk. And so we need to send them out every Sunday. Úgyhogy minden vasárnap szépen ki kell őket küldenünk. All over the city. Mindenfelé a városban. We don't need to make everybody come here. Let's go out there. Nem kell mindenkinek ide jönnie, mehetnek oda. And so they're working on we're going to rotate around and make sure that we provide worship out there in that district. Tehát ilyen módon a különböző dicsőítő csapatok fognak így körforgásban minden különböző helyen dicsőíteni. We presently have 4 men who are going to be serving as kind of like what I would call the ministerial pastors. És 4 férfi leading pastors. Akik ott a szolgáló pásztor feladatait fogják ellátni. And it's gonna be epic. Nagyszerű lesz. That's a great, not said it again. Epikus. How are we going to do this? Na és ez hogy lesz akkor? We're going to be sending them a video feed of this service. A tanításról pedig, amikor itt elkezdődik a tanítás, sugározni fogjuk élőben, amit itt felveszünk. Now some of you already are saying, horrible idea. Már most valaki visszahőköl, hogy innentől ez már borzasztó. Well, yeah. Hát, listen before you say horrible idea out loud. Mielőtt a borzasztó gondolatodat kimondod. Because I fought this for about a year. Körülbelül egy évig harcoltam ezzel. Yeah, just so you know, I should have said this at the beginning. In terms of the elders, we've been praying about this for a year now. Csak hogy tudjátok, és lehet, hogy ezzel is kellett volna kezdenem, hogy a vezetőkkel, a gyülekezet véneivel körülbelül egy éve imádkozunk ezért. And we're going to send this in terms, we're going to send the actual message in terms of through video. Tehát az üzenet része, a tanítás része, now, az videó közvetítésen fog menni. You say, oh, it's too impersonal.
Erre azt mondod, hogy hát ez túl személytelen. Well, if you feel it's impersonal, it'll be impersonal. That's ha how it works. Így állsz neki, lehet, hogy így is lesz, ez így működik. Let me just remind you of something that you maybe don't know. Valamit azért hadd mondjak el, amit lehet, hogy nem tudtok. Right now. Most. There's people back in that corner room watching on video. Hogy ott a hátsó right szobában now. Videón néznek bennünket. They watch it, they got their babies in there. Akik a kisbabáikkal ott vannak. Just the babies and the moms. Nobody else is allowed in there. Ott csak kisbabák, meg az anyukájuk senki. And right now they're watching on TV. És most tévén néznek bennünket. Sziasztok. Right through here. And the ruhatar. Itt a ruhatárnál. There's a group of people sitting out there. Kirakva székeken emberek. You can't see them. I can't see them. I know they're there. I feel them. No, no, no. I just. I know they're there. Én nem látom őket. Te se lát, ti se látjátok őket, de érzem, hogy ott vannak. Nem. Egyszerűen tudom, hogy ott vannak. I know they're there because I know they always tell me they don't like to come in here. It's too crowded in here. Tudom, mert vannak egy csomó, akik mondják, hogy nem is jönnek inkább be, ott kint megülnek, mert jobb, nem szeretik a tömeget. They come in, they sit over here for worship, and they jump out there and watch on TV. Szeretik a dicsőítést itt megélni, aztán kimennek, és ott nyugi van. If you wondered how do these people get to the coffee shop first, that's how. Ha azon gondolkoztál, hogy hogyan sikerült valakinek nálad is gyorsabban a kávézóba kijutni, na így. You sit there, you're last. Ha ott a háton, akkor ezt elbuktad. Okay, so right now, we have people watching on TV there, we have people watching on TV there, we have 400 people watching on TV there. Tehát ha belegondolunk, ebben a pillanatban is hátul néznek bennünket az anyukák, itt néznek oldaltként emberek, és otthonokban 400-an néznek bennünket. They don't feel it's impersonal. És nem gondolják, hogy ez annyira személytelen. Here's where we struggle. You have to understand this. Let me give this to you from the perspective from the pulpit. Hadd mondjam el ezt ebből a perspektívából, ebből a szemszögből, hogy én látom innen a pulpitusról. Listen, I like teaching to all of you. Én nagyon szeretek tanítani mindannyiótoknak, legtöbbeteknek. Mindenkitöknek. How many of you do I get to talk to after a service? How many do I get to really minister to? De hány emberrel tudok valóban alkalom után beszélgetni? Kifele tudok személyesen szolgálni? Négy embernek? Five if it's quick. Ha gyorsak. If you need prayer, three. Ha három, hogyha mondjuk imádság is benne van. And you line up here and it's like, come on. Itt álltok sorban, várakoztok. How many people can one person reach, right? Hány ember tud egy ember elérni személyesen? And I deeply feel that. És én ezt nagyon érzem. Drives me crazy. Ez engem bánt, because bosszant. You deserve better. Mert jobbat érdemeltek. And we have great elders in this church. És nagyon jó véneink vannak ebben a gyülekezetben. You need to go to them more often. És hozzájuk is gyakrabban kéne menned. But I deeply feel our need for community. De nagyon is érzem, hogy milyen szükségben vagyunk, hogy mélyebb, bensőségesebb közösségünk legyen. We're doing a decent job feeding you. We want to do better tending to you. Nagyon azt hiszem, hogy egész jó munkát végzünk a juhaink táplálásával, de azt hiszem, még fejlődnünk kell abban, hogy hogyan gondozzunk benneteket. We can do better, and that's what we're going to do. Ebben jobbak lehetnénk, és ezt tesszük most. And I know it's going to be good. You can say, oh, I don't know how this is going to work out. That's how I felt 2 years ago. Tehát szerintem nagyon jó lesz. Lehet, hogy most első hallásra azt gondolod, hogy ez fura, nem tudom, hogy lesz. Két éve én is így éreztem. The next 3 weeks people be like, I don't know, what do you think? What do you think? Oh, here to go, here to go. Megprofétálom előre. 3 weeks later, ooh, cool, let's try it. 3 hétig mindenki azon gondolkodik, na, te mit gondolsz? Hát ez hogy hangzik? És 3 hét múlva azt gondoljuk, hát próbáljuk ki. Let me tell you a funny story about what happened. Hadd meséljek egy nagyon vicces történetet, ami velem történt. So I taught a class 2 semesters ago in Vajta. Két fél évvel ezelőtt Vajtán volt egy óra, amit én tartottam. Okay, I taught on the wisdom books. Song of Songs, Ecclesiastes. És akkor tanítottam a Prédikátorok könyvéről, a Énekek énekeit, ilyen sorozatot. Everybody's favorite book. Mindenki kedvence. So I taught that. Now the class was on Tuesdays and Thursdays. Ez a tanórájuk kedden és csütörtökönként volt a diákoknak. And I couldn't get down there on Tuesdays. De keddenként nem tudtam lejutni. As you know, we just taught that on Wednesday nights here, so I sent down the videos. De hát mint tudjátok, for Tuesdays. És mint tudjátok, ezt a témát itt a gyülekezetben szerdai alkalmakon nem sokkal ezelőtt fejeztük be. So on Tuesdays they watched a video, then Thursdays I taught live. Tehát keddenként, mivel nem tudtam lejutni már, az itteni felvett videó anyagot vetítettük ki nekik, csütörtökönként pedig lejártam megtartani az órát. On one of the video classes, az egyik ilyen videós órán I was teaching, tanítottam, reading through the verses, olvastam az igeverseket, somebody sneezed, valaki tüsszentett, in the class, live, in the class, élőben ott, az vajtai kis tanórán. And on the video I said, egészségedre. És a videón ugyanabban a pillanatban azt mondtam, hogy egészségedre. Right on time! Pont időben.
The girl sneezed and screamed. A lány tüsszentett, és utána sikított. I mean, the whole room freaked out. Az egész teremben a diákok lefagytak. Now, I wasn't there. Én nem voltam ott. When I got there on Thursday, they're like, did you see us? Did you? Amikor csütörtökön leérkeztem, akkor mindenki ki volt, hogy te Phil, te látsz is ilyenkor minket? And the pastor who was leading the video class was like, guys, Phil wasn't here. I swear to you, he didn't see any. It wasn't live. Az a másik pásztor, aki levezényelte ezt a videós órát, ő mondta nekik, hogy biztos ráállíthatom, ő nincs itt, ő nem volt itt, ő nem látta. Now listen, I'm not saying that that's what it's going to be like every week in the 11th district. Na, nem ezt állítom, hogy a 11. kerületben ez lesz minden héten. I don't think the Lord's going to say to me, Phil, say egészségedre, right now. Nem hiszem, hogy az Úr ezekkel fog majd itt engem, ilyeneket fog mondani, most mondd, hogy egészségedre. No, let's not be weird, you know, nem, like ne that. Legyünk ilyen furik. But I believe. De hiszem azt. That God is doing a work in our city, in this church. Hogy Isten végez egy munkát, ami gyülekezetünkbe, ami városunkba. We have a vision. És van egy látásunk erre. We believe it's God's. És hisszük, hogy ez Istené. And we want to reach out to the city. És szeretnénk elérni a várost. And this allows for me to focus on what is my calling. És ezáltal én arra fókuszálhatok, ami az én elhívásom. And stop feeling bad for being able to not reach out to everybody. És végre nem kell rosszul érezzem magam, hogy nem tudok mindenki fele szolgálni. I need to focus on vision and on teaching. Fontos, hogy én a víziónkra és a tanításra fókuszáljak. And of course here being able to minister as often as possible. És persze itt, amilyen amennyire csak tehetem, szolgálni. So then you're asking the question, well, does that mean, Phil, that you're going to be the pastor of the 11th district? És erre megkérdezitek, na jó, akkor Phil, te leszel a 11. kerületi gyülekezet pásztora? Nem. Jesus is. Jézus. Oh, that's a cliché. Hogy ez milyen klisén hangzik. No, it's not a cliché. He's the pastor of this church. Nem, mert ő ennek a gyülekezetnek is a pásztora. I don't want to be in charge. Nem szeretnék én vezetni. In things that are not mine. Nem szeretnék olyan dolgokat én vezetni, ami nem az enyém. It's God's. Mert ez Istené. And if I take claim of any of it, then I'm taking away what belongs to God. És ha én bármit magaménak akarok vallani, akkor Istentől veszem el. John 14:26, Jesus said, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send, he will teach you all things. János 14:26-ban azt mondjuk, Jézus azt mondja, hogy az Atya, a pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. We need the Holy Spirit. Szükségünk van a Szentlélekre. We need to be fed the word of God. Fontos, hogy táplálkozzunk Isten igéjéből. And to be tended to in the things of the Lord. És fontos, hogy az Úr dolgaiban gondoskodjanak rólunk. And we believe firmly this is going to allow us to serve you better. És meg vagyunk győződve arról, hogy így módon jobban szolgálhatunk benneteket. And ultimately that's what matters to us. És igazából ez a lényeg nekünk. It's not about how many people we can fit in this room. Nem az számít, hogy hány ember tudunk begyömöszkélni ebbe a szobába. It's about how many people we can serve in the kingdom of God. Hanem hogy hány ember fele tudunk szolgálni a Krisztus országában. I will say categorically, we want to keep growing. Kategorikusan kijelentem, hogy mi szeretnénk tovább növekedni. There's more people that need to be saved, so yeah, we want to keep growing. Nagyon sok embernek még meg kell térnie, úgyhogy igen, akarunk még növekedni. But we want to grow deep and wide. Mert szeretnénk mélységben is növekedni, és szélességben is. We don't want to keep growing up and not grow down. Szeretnénk, nem akarom, hogy csak fölfele növekedjünk, terebélyesedjünk, de a gyökérzetünk, a lefele pedig nem. We're still looking for a bigger building. It sounds crazy, but we are. Még mindemellett folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy nagyobb helyre költözzünk. There's 2 million people in the city. We got a lot of work to do. 2 millióan laknak ebben a városban, úgyhogy még van előttünk álló munka elég. We got to keep reaching out. És fontos, hogy szolgáljunk, hogy evangelizáljunk felé. I don't want people from other churches. That's not our goal. Stay nem akarok, churches. Nem akarok embereket más gyülekezetből ide. Szeretném, ha ők a maguk gyülekezetében maradnának. I want to reach the people who don't know Christ. Hanem olyanok fele szeretnénk szolgálni, akik még nem ismerik Krisztust. But until the Lord provides a bigger place, de amíg az Úr nem ad nekünk, vagy nem rendel ki egy nagyobb helyet, this is how we'll move forward. Így fogunk előre mozdulni. One church, egy gyülekezet, multiple locations, több helyszínen, one vision, egy vízióval vezetve, multiple leaders, több vezetővel, under one God. Egy Isten alatt. That's Isten. Our vision. És ez a mi vízió. Now, that goes beyond the city, but it's a little different. The same vision, but it's going to go beyond the city a bit. Tehát in a different way.
Még egyszer. Jó. Okay. We have a vision beyond Budapest. Okay. Tehát, ezt nem értettem. Tehát van egy víziónk, ami még Budapesten túl is mutat. My friend Német Jani is joining us on the staff at this church. Németh Jani, barátom, csatlakozik a gyülekezetünk vezetéséhez és munkatárs lesz itt szeptembertől. Like me, he's a church planter. Ugyanúgy mint én, ő is egy nagy gyülekezet plantáló. And has a heart to just keep seeing churches started all across the country. És az a vágya, hogy mindenhol az országban lássa, hogy új gyülekezetek indulnak. And he has been pastoring the church in Tatabánya. Ő volt a pastora a tatabányai gyülekezetünknek, gyülekezetnek. Just recently turned it over to another guy, Matt Edwards. Matt Edwardsnak a gyülekezet vezetést. And they're going great. És nagyon jól megy a dolog. And Yanni is going to be, because people are asking, Yanni, are you going to be the pastor? És sokan kérdezik, hogy akkor Jani, te leszel a pásztor itt a 11 kerben? Nope. Nem. Nope. What's his role? Mi az ő szerepe? He's gonna help me and help us. We need to plant more churches outside of the city. Hanem ő abba fog segíteni nekem, nekünk, hogy egyre több gyülekezetet indítsunk Budapesten kívül. You know, right now we have like 15-20 people who gather together in Székesfehérvár weekly. Minden no héten pastor. Székesfehérváron 15-20 ember összegyűl közösen, anélkül, hogy lenne pásztoruk. We need a pastor. Kellenek pásztorok. And we have several works that are just they need a pastor. Sok helyen vannak ilyen csoportok, akinek szüksége van pásztorra. From September on, we're praying for a pastor in Sopron. Szeptembertől például a soproni gyülekezetnek imádkozom pásztorért. We want to start something in Siófok. We have a thing for the S's, I guess. Szeretnénk valami Siófokon is, valahogy tetszenek az S betűs dolgok. If your city starts with an S, we're coming. No. Hogyha S betűvel kezdődik a városod neve, jövünk. But I want this church, listen, to get a vision for our city and for the country. Szeretném, ha ennek a gyülekezetnek lenne egy látása erre a városra, de erre az országra. We are not here to warm seats. Nem azért ülünk itt, hogy bemelegítsük a székünket. We're here to know Christ. Azért ülünk itt, hogy megismerjük Krisztust. To be more committed to him every day. Minden nappal egyre inkább odaszántabbak legyünk. And to make him known to this nation. És hogy ezzel a nemzettel megismertessük őt. So I will not let us become comfortable. Úgyhogy nem engedem, hogy itt elkényelmesedjünk. Because I don't think God wants us to. Mert nem hiszem, hogy Isten ezt szeretné. He's on the move, we need to be on the move. Ő is munkálkodik, nekünk is vele kell tartsunk. And where he goes, we want to be there. És ahova ő megy, szeretnénk ott lenni mi is. So we're going to be drawing, I want to draw you into these various cities, not just in the city in Budapest, but outside of Budapest. Ezért szeretném a gyülekezetünket bevonni mindenbe a munkába, hogy nem csak a budapestibe, hanem az országba történő dolgokba. It's exciting. És ez nagyon izgalmas. Catch the vision, run with us. Úgyhogy ti is vegyétek át ezt a víziót, és fussatok velünk. We're running, we're moving. Mert futunk, megyünk előre. Come with. Úgyhogy gyertek velünk. Okay, that was my last. Ez volt a végső utolsó mondat. So let's pray. Imádkozzunk. Don't forget afterwards, we have in English and in Hungarian, and in German and French, no. Just English and Hungarian. Pick up one of these vision statements. I think it'll help you for later. Vegyetek ki felemenet. Itt vannak a hangszoron kirakva, sötétzöld, világos zöldben az angol és a magyar nyelvű leírása a mai dolgokról, a vízióról. I want you to be able to catch this stuff. And also, I put a lot more Bible verses and different notes on here than what I taught. És több mindent beleírtam abba, igeverset és egyéb dolgokat, amit most nem tudtam elmondani. Imádkozunk. Let's pray. Father, I want to thank you that you love the city, you love this country, you love the people. Uram, köszönöm neked, hogy te szereted ezt a várost, szereted ezt az országot, hogy te szereted az embereket. I especially love Jesus looking at you in the Gospels at how unorthodox you would be. És különösen azt tetszik Jézus, hogy nézzük az evangéliumokba, hogy te mennyire hagyománybontó voltál. You were willing to do whatever it would take. Bármire hajlandó voltál, ami szükséges volt. We want to be like that. És mi is ilyenek akarunk lenni. We want to be creative. Szeretnénk kreatívak lenni. Different. Más. So that we might reach people. Azért, hogy elérhessünk embereket. And that we might have deeper community.
és azért, hogy még bensőségesebb közösségeink lehessenek. More targeted outreach. Hogy még célzottabban tudjunk evangelizálni. And that we would grow in our dependence upon you, Lord, as our head. És hogy még inkább a veled való függőségben éljünk, mint a fejünk. So I thank you for this time. Úgyhogy köszönjük neked ezt Pray az that időt. The vision would be clear and those who read it could run with it. És kérlek, Uram, hogy tiszta legyen az a vízió, amit átadunk, és hogy ezt más is magáinak tudja és velünk tartson. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. Isten áldjon benneteket. Have a great week. Legyen nagyszerű hetetek. See you on Wednesday night. Come pick up a flyer. Szerdán találkozunk, és vegyetek ilyen lapot. Sziasztok.